Az Úr így szólt Noéhoz, véget vetek az emberiségnek, mert erőszakkal fertőzi meg a földi létet. Az állatok párban érkezzenek a bárkára, mert ez az egyetlen esélyük a túlélésre. Más szóval, az élet kemény, és jobban jársz, ha gyorsan keresel egy társat. Elliot története hasonlít Noéhoz. Csak hát az van, hogy Elliot Miami-ban él. Imádom, mert mindig friss és ropogós. Szóval, Elliot jobban ismeri a történetet, mert én végig egy rendőrautó csomagtartójából füleltem. A nevem Peggy, és egy fán lakom. Remélem, nem lőttem le a poént. Total káosz. Ez a reklám nem csinál kedvet a halpofa sörhöz. Szar! De épp az a tudod, lényeg, mi az üzlet filozófia? Nem, halljuk. Meglátásom szerint sokan vagyunk ezen a világon. Micsoda meglátás? És mindannyian vágyunk valamire. Na, mire? Hát... Szórakozásra. Kapizsgálod? Igen, de... Nem, gőzött sincs róla. Nem értem, hogy lehet egy jó ötletet úgy elbaltázni, hogy ez jön ki belőle. Mi a csöcs ez? Mi az, hogy a ronda? A ronda dolgokat nem élvezzük. Ezzel akarsz engem megfogni? Nézd, épp az a lényeg, hogy humorral csináljunk kedvet. Veteld a halpofa sört! Ez volna a lényeg! Kell hozzá egy csaj, egy pasi és egy csónak. A csaj bikiniben riszál, és hatalmas dudái vannak. Csónakáznak, az űrge pedig vedeli a sört. És a nagymellű is kortyol belőle. A kép azt csugalja, hogy kamatolni fognak. Kész tökély. Szépen előkészítettem mindent. Erre te jössz a ronda hallal. Jól van, majd igyekszem. Nem elég igyekezni. Utálom ezt a szót. A vesztesek szlogenje. Ide figyelj, más reklámos is van a városban. Egy éve még volt egy szép házam, aranyos feleségem és jó állásom. Most pedig ez az alak vesztesnek hív. 18 évig sikeres rovatvezető voltam a Miami Heraldnál. Humoros írásaimat a főnökség furcsának titulálta. Bieber megint hivat. Miután két Pulitzer díjjal is jutalmazták furcsa írományaimat, tisztelettel bántak velem, és többnyire békén hagytak. Még meg nem jelent Bieber. Elliot, John jelezte, hogy még mindig nem adtad le az óvodai krízis anyagát. Így van, mivel öten írnak már a témáról, gondoltam, fölösleges pánikot keltenünk az óvodások körében. Nem végezted el a feladatot. Tudom. Hogy áll a pelikán ügy? Exkluzív sztori. Egy kubai pelikán idomár betanította. A madarait, hogy bombákat dobjanak le, ki hiszi el? Mindenki. Castro-ra ráküldte az egyik gyilkos szárnyast. Kértem tőled valamit, hát csináld meg. Különben mi lesz? Ha továbbra is ennél a lapnál óhajtasz dolgozni, be kéne néha lépned a szövegszerkesztő programba. Mit szólnál, ha azonnal belépnék? Dieber nagyon rossz napot választott. Ráadásul aznap tudtam meg, hogy a feleségem összeszűrte a levet a jóga oktatójával. Visszatekintve, jobb lett volna, ha írok az óvodai balhéról, és akkor nem kerülök az Arnold reklámhoz. Ha azt gondolod, hogy ezért a mocsokért fizetni fogok, nagyon tévedsz. Ezért nem jár pénz. Ami ronda, az ingyen van. Ahogy mondod, Bruce. Igen? Apa, elvihetem este a kocsit? Na hát, Nigel, mi újság Londonban? Hol? Ködös. Nigel, kérlek, tartsd egy percet. Bocs, de nagyon fontos hívásom van. Holnap visszajövök. Addigra produkálj valamit. Rendben, meg lesz, Bruce. Első a megrendelő. Ajánlom is. Szia, mi újság, fiam? Apa, kölcsön adod a tragacsot, vagy nem? Mert én és Andrew kinyírnánk egy csajt. Andrew és én, ha már gyilkoltok. Kösz. Jól van, elviheted a Suzuki-t. De hozd vissza legkésőbb 10:30-re. És ígérd meg, hogy óvatosan fogsz vezetni. Matt nem a válás miatt volt rám dühös, hanem azért, mert Suzuki-t vettem. Jó kis tütümi. Most vált el? Teljesen mindegy. 5 litert fogyaszt, stereo rádió, ingyenes alvázvédelem. Van még kérdésük? Igen. Hány balfék fér be egyszerre? Matt úgy érezte, hogy a gazdaságos Suzuki bal szerencsém, rossz döntéseim és elszalasztott lehetőségeim jelent. Akkor még nem sejtettem, hogy az életemet a New Orleans-i 57-es járat egyik csomagja fogja megváltoztatni. A bőrönt 200 kiló mirelit garnélarák és 17 darab a levegőben megszületett dalmata kölyök közé volt bepréselve. A dalmata mama bekerült az esti hírba. A bőrön nem. Mi lehet ez?
Olyan, mint egy konyhamalac. Szóval ez Miami, ha? Tartsák meg maguknak. Ahogy mondod! Ez nem más, mint egy Bushnell távcsöves Remington vadászflinta. Ilyennel terítik ki a jávorszarvasokat lapföldön. Fejenként 25 lepedőért Henry de Salvo és Leonard Ferroni bárkit kiterít. Tudják, csal az ellenfelünk. Csak hogy Henry és Leonard nem golfozni indultak. Mi lesz már? Még pályát is kell foglalnunk. Azért ruccantak le Miami-ba, hogy megöljék Arthur Herköt, aki meglopta a munkahúját. Puggy egy napon érkezett a bérgyilkosokkal és a bőröndel. Csak őt más vonzott a Miami-ba. Egy héttel korábban bostoni otthonában belelapozott a Kiskukta magazinba, és örömmel nyugtázta, hogy Miami a kubai konyha fellegvára. Mivel a chips volt a kedvenc eledele, és ropogós mi volt a miatt, ezt is a kubai konyha művészet remekének tartotta, halászladikba pattant, hogy utána járjon az igazságnak. Puggy boldog volt. Mindössze 20 perce érkezett a városba, és már is úgy érezte, ez a legbarátságosabb, legelragadóbb város a világon. Jogos vagy! Egy sört és egy fritoszt kérek. Kifele! Mondtam már nektek, tűnjetek el! Jogi ruszki, van zsozsunk. Úgyhogy kár előre felhúznod magad. Snake Dupri és Eddie Ledbetter barátsága két éve szövődött a Louisville is itten. Fergeteges humoruk örökre megpecsételte barátságukat.